Az új autók Martonoson, Oromhegyesen és Magyarkanizsán szolgálnak majd. A gépjárművek segítségével a nővérek, orvosok, szakemberek olyan betegekhez is eljuthatnak, akik nem tudják otthonaikat elhagyni, vagy nincs módjukban eljutni a legközelebbi egészségházba. Körülbelül csak a nővérek 10 000 látogatást évente elvégeznek ezekkel a személygépkocsikkal. Persze az orvosok is használják őket, különösen falvakon, házi látogatáskor, illetve hogyha ki kell menni helyettesíteni egy másik orvost, illetve olyan falvakba, ahonnan Kanizsáról küldünk ki 2-3 hetente orvost faluba. Magyarkanizsa önkormányzata már a tavalyi évben is vásárolt 3 személygépkocsit az intézménynek, így már 6 új felszerelt autó segítségével tudják ellátni a munkájukat az egészségügyi dolgozók. 5,5 millió dinárt különítettünk el erre a 3 autóra, természetesen éves szinten az önkormányzat több mint 12 millió dinárral támogatja az egészségház működését azért, hogy maguknak a pácienseknek, vagy egyáltalán a lakosainknak minden szolgáltatás, minden kényelem meglegyen. Magyarkanizsa községhez 11 település tartozik, ezért is fontos, hogy az egészséghez megfelelően felszerelt gépparkkal rendelkezzen. A szakembereknek ugyanis igen nagy területet kell lefedniük napi szinten.